jó zenész azt mondja, hogy valószínűleg bajnok lesz a Debrecen, de reméljük, hogy nem a hétvégén, hanem a jövő héten lesz, mert mindenképp érdemli meg a bajnoki címet, legjobb magyar csapat, legjobb magyar kerettel, legjobb játékkal is. Nagyon-nagyon szeretném azt, hogyha mindenki fölfogja a kereten belül, a játszók közül, hogy nem engedhetjük meg azt, hogy minket legálázzon az ellenfél, nagyon harciasan, keményen kell játszolunk, nagyon-nagyon koncentrált mérkőzés lesz, amint kiengedünk, szerintem büntetni fog az ellenfél, úgyhogy 90 percen keresztül munka. Abszolút nem válsághelyzet a jellegi helyzet, hanem egy újnak a kezdete. Nem én hoztam a döntést meg a keret szűkítéséről, mégsem panaszkodok ezzel szemben, sőt, azt gondolom, hogy ha elkezdünk egy munkát, akkor talán most kezdjük el, ne pedig a szezon végén, hanem kezdjünk el egy olyan építkezést, ami eleinte nyilván vezéráldozatokkal jár, meg fájdalommal jár valakik számára, de egy jó utat, ha elkezdünk, akkor ezek mind hasznos döntések, igenis el kell kezdenünk egy klubot építeni, egy jövőt építeni, egy valóságos józan koncepció medrén, és úgy látom, hogy a tulajdonos úr ebben nagyon keményen belevágott, belekezett, és az ő habitusát ismerve ezt végig is fogja csinálni, és talán akkor pár év, két-három év múlva már lehet józnul reálisan tervezgetni a sikeresebb egész éves szereplőket. Egy új út például egy győzelem lehetne, nagyon vár erre a PMFC, de Debrecenben nincs túl sok esélyre. Így van, nem csak a PMFC vár a győzelemre, hanem én személy szerint is szeretném megjegyezni a győzelem érzét vezetőedzőként, de nem rólam szól. És legyünk őszinték a mai helyzetünkben, nem is a győzelem az elsőleges célunk Debrecen, hanem a tisztes helytállás, legyünk tényleg őszinték, hogy ne legyen gálamérkőzés semmiképpen sem a kárunkra, hanem nagyon szoros, jó iramú mérkőzés legyen. Nagyon szeretnénk egy pontot elcsípni azért a vendéglátóktól, és a Debrecen így is, úgyis bajnok lesz, biztos vagyok benne, egy nagyon jó csapatról van szó, úgyhogy a győzelmet kitoljuk talán még egy héttel. A sérülések, eltiltások, illetve hát a NB3-as csapathoz történő visszaminősítések mennyiben alakíthatják át a csapat taktikáját? Hát nyilván jelentősen átalakítják, de nem csak a sérültek, eltiltottak, meg a egyéb külső körülmények, hanem az ellenfél személye is befolyásolja a taktikánkat. Azt láttuk, amikor a Kaposvár egy nyílt meccset akart játszani Debrecen, abban a pillanatban Debrecen büntetett. Aki ellenül kinyílik, az valószínűséggel gólfot kapni a mérkőzés folyamán. Azt láttuk, hogy a Győrbe és a Győr vezetett és kitámadott a Debrecen, továbbra is nyitva maradt. Abban a pillanatban Debrecen fölörölte az ellenfelet. Egy nagyon jó felépített csapat, nagyon hosszú távú munka van már mögöttük, aminek nyilván ez az eredménye. Úgyhogy nem csak a körülmények, hanem tényleg az ellenfél személye diktálja most a tempót. Nekünk alkalmazkodnunk kell, nem vagyunk olyan erős csapat, hogy a Debrecen otthonában mi domináljunk. Eddig szerettük volna azt több ellenféle szemben megtenni. Domináltunk, nem nyertünk mérkőzést. Most viszont azt kell mondanom, hogy nekünk alkalmazkodnunk kell. Rollot kell húznunk a kapunk elé. A 16-20 környéket azt le kell zárnunk, és tényleg harciosan kell játszanunk.